Szombaton nyílt meg a Hagymaházban a 17. Natura Marosmenti művésztelep beszámoló kiállítás. A képzőművészek a nyár folyamán két héten keresztül alkottak az idei tematikához kapcsolódva, amelyet ezúttal Kosztolányi Dezső által kiválasztott 10 legszebb magyar szó ihletett. A Kosztolányi Dezső által legszebbnek ítélt 10 magyar szót, vagyis láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív és sír választották az idei művésztelep tematikájának, amelyhez 15 alkotó csatlakozott. Az elkészült művek sokszínűen kapcsolódtak a mély jelentéstartalmakkal bíró szavakhoz, amelyek a képzőművészet sokféle ágából születtek. A megnyitón elhangzó beszéd, valamint Bíró Anita hegedű művész és Benkő Zoltán művésztanár hangszeres műsora az irodalom és a zene erejével kapcsolódtak az egyébként is széles művészeti palettához. A 15 alkotó egyike, Zsuzska Marek szobrászművész több művel is készült a tárlatra. Közülük kiemelten ejtett szót egy fából készült installációról, aminek kisebb bronzba öntött figura látható. A művésztelepen nagyon örültem ennek a 10 magyar szó felvetésnek, a kérdés felvetésének. Nagyon fontosnak tartom a szavak jelentését, és így, ahogy haladok előre a korban, úgy érzem, hogy egyre jobban, egyre elmélyültebben tudok a szavak jelentésében elmélyülni. Úgy indult el a munkám, hogy szerettem volna a kisfiam alakjával dolgozni, és egy kompozíciót létrehozni. Fába kezdtem el a munkát elvégezni, és mellett közben ugye egy olyan installáción gondolkodtam, ahol elkezdtem a 10 legszebb formával gondolkodni, tehát ami nyilván a költők számára az anyag az a szavak, nekem meg a formák, és hogy ezt a 10 formát keresve egy olyan installációt akartam csinálni, ahol a kisfiam alakja tart a kezében valamit, és 10 olyan tárgyat fog beletenni, és lefotózni, egy ilyen dokumentációt készíteni, ami számomra kedves. És hát ezen a keresgélésen keresztül ugye kicsit módosítanom kellett az kiállítási helyzetre az elképzelésemet. Végül egy olyan installációt készítettem, ahol a formálódó fából jelenik meg a kisfiam alakja, illetve egy bronzba öntött variációja ennek a szobornak, ahol egy kis repülőt tart, ami egy szimbolikus, fontos forma számomra. Nem tudtam én sem elkerülni, hogy ne ábrázoljam ezeket a szavakat, tehát van 2 olyan munkám, ami konkrétan a szavak megjelenítésével foglalkozik, egy ilyen kvázi elhamvadó papíron jelennek meg az ismétlődő szavak, mint egy szófelhő, és ez a fajta elmálás, eltűnés kicsit számomra ezt a szavak evalválódását, vagy a jelentés kiégését jelenti. A harmadik munka pedig egy ilyen befőttes üvegszerű gyűjtemény a betűknek, ami meg kicsit ezt a némaságot, vagy a csendet, vagy a szótlanságot jelképezi számomra. Bodor Zoltán festőművész szigorúan nem kapcsolódott a 10 szóhoz, mégis a művésztelep helyszíne és atmoszférája megihlette. Hát az helyzet, hogy engem annyira lefoglal a látvány, hogy magam körül látok itt Makón, úgyhogy én ezeket a tematikus szavakat el is felejtem közben. Tehát én festek úgy, ahogy szoktam, meglátom azt, ami engem megfog, csinálok egy olyan kompozíciót, ami szerintem mondjuk kifejezi azt, amit szeretnék, és akkor kint festek az utcán, hosszan, délelőttönként, meg délutánonként a helyszínen. Egy-egy ilyen kép olyan 3-4 délelőtt alatt készül el körülbelül. Mindig az van, hogy ahogy, amikor gyalog megyek oda a helyszínre, ahol festek, ott ezeknek az utaknak a során mindig újat és újat látok meg. Tehát amit egyébként nem vennék észre, de mivel többször megyek ugyanott, észreveszem. És akkor el tudom kézni, hogy jövőre már ezt szeretném, meg azt szeretném. Hasonló témák, mint ezek. Fodor Ilda keramikus művész több téma is magával ragadta. Stábunkkal megosztotta, hogy miért állnak hozzá közel bizonyos szavak a kosztolányi féle szubjektív gyűjtésből. Mindegyik fantasztikus szó, és valahogy azokkal kezdtem, amelyik hozzám a legközelebb állnak. Ugye volt a szűz, az anya és az ősz. Most ezeket a fogalmakat nyilván női principiumhoz kötjük, és ez adta, hogy az ősszel, illetve a női figurával foglalkoztam újból. Régebben sokkal inkább elvont szimbólumokkal dolgoztam, és a tengerhez és a természethez kötődő formákkal szintén, de most úgy gondoltam, hogy váltok egy kicsit, és visszatérek a figurális megoldásokhoz.
Karsai Ildikó, a Natura Maros Menti Művésztelep vezetője hangsúlyozta, hogy az alkotócsapat egy benbaráti társaságá vált az elmúlt években. Remekül működik az egymásra hangolódás, a másik munkája iránt érdeklődés, amiből több művész is táplálkozni tud. A grafikus művészt magát is megérintette a 10 legszebb magyar szó. Én azt gondolom, hogy a szavaknak a hangzása és mélysége, amely a 10 magyar szó kapcsán számomra mind a 10-zel foglalkozva. Én igyekeztem ezt a témát úgy körbejárni, hogy elindított bennem egy pár olyan grafikai megfogalmazást, amit egyelőre el is készítettem. Hát nyilvánvaló, hogy ezek jelzések számomra, meg majd akik ezt megnézik, esetleg erről beszélgetünk, hangosan gondolkodva, kérdések, válaszok merülhetnek fel. Hozzá kell tennem, hogy nyilván ezek nagyon szubjektív megközelítések egy képzőművész számára, de ugyanakkor vannak olyan, és ezt több alkalommal tapasztaltam, hogy azok a közös nevezők, amelyek ezeknek a munkáknak a megfigyelése, értelmezésében talán megjelennek, azok számomra is, mint visszajelzés a befogadó részéről, egy további lépést jelenthet, iránymutatást. És én ezzel elég gyakran, hála Istennek, már találkoztam. És ezt csak köszönni tudom annak, aki hajlandó megnézni, és esetleg kérdéseket vagy beszélgetést kezdeményez a munkáimról. A résztvevők mind egyetértettek abban, hogy remek hangulatban és sok inspirációval telt a művésztelepen töltött 2 hét, és ha tehetik, a következőn is szívesen részt vesznek. A kiállítás október 19-ig tekinthető meg a Hagymaházban.